Spitézé avatták Farkas Bertalan magyar űrhajóst és Jónyer István négyszeres világbajnok asztali teniszezőt. A Vitézi rend ünnepségén kadétokat is avattak és átadták a legrangosabb kitüntetéseket. A Vitézi rendet Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban, a fő cél pedig most is a hazaszeretet erősítése. Élete nagy napja volt a mai Berecki Péternek. Gyerekkora óta kadétnak készült, álma most valósult meg. Fontos az embernek valahova tartozni, és fontos az embernek a hazáját védeni, és fontos az ilyen helyeken részt venni. A kadétok kinevezése is része volt a Vitézi rend legnagyobb ünnepségének. A fiatalok miután átvették az oklevelet, esküdtettek a hazaszolgálatában. Majd a Vitéz avatási ceremónia következett. Idén Jónyer István négyszeres világbajnok asztali teniszezőt avatták Vitézzé. Ő a rend tagjaként több feladatot is szeretne vállalni. A hagyományőrzés, vagy a esetleg sírgondozás, tehát bármi, ami esetleg még fizikai munkával is jár, azt én nagyon szívesen bevállam, hiszen a hazámat szolgálom ezzel, hogy itt tevékenyen részt veszek a munkában. És a magyar űrhajóst Farkas Bertalant is kitüntették. Azt mondta, Vitézzé avatására úgy tekint, mint pályájának elismerésére. Az űrkutatás teljesen más műfaj, de minden űrhajós, ha fölmegy a világűrbe, először a saját nemzetét képviselteti, és azon a saját nemzeten keresztül pedig az emberiséget, és ez egy csodálatos dolog. A Vitézi rendet Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban. Küldetésük azóta sem változott, a legfőbb cél továbbra is a hagyományok ápolása és a hazaszeretetének erősítése, amelyre ezekben a nehéz időkben különösen nagy szükség van, mondta a Híradónak a főkapitány. A kormányzó azt gondolta, hogy szükség van egy testében, lelkében magyar nemzetre, amelyik ébren tartja a reményt és a hazaszeretet lángját ebben az országban. És hát gyakorlatilag mi ezt a tradíciót, ezt a hagyományt követjük. A rend ugyanakkor társadalmi feladatokat is ellát, részt vesznek sírgondozásban, hagyományőrző programokat szerveznek a gyerekeknek, és indítottak honvédelmi és sportképzéseket is.